A következőkben két sokrétű, mégis alapjában véve más embertípussal ismertetjük meg önöket. Egyikük Bánó András, az Esti Egyenleg volt főszerkesztője, aki Mádai Péter vendégeként állt az érdeklődők kérdéseinek ösztűzében. A sajtószabadságról, a vélemény szabadságáról, az újságíró felelősségéről beszélt a hallgatóknak, majd rövid interjút adott az AVTV munkatársainak. Ezután Érdekes emberek című rovatunkban ismerkedjenek meg az Egyesült Államokból hozzánk érkezett Steve Schneiderrel. Sokszor elhangzott a kormányzópárt részéről az, hogy helytelen azt állítani, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, hiszen van sajtószabadság, mégpedig az írott sajtó ugye azt ír, amit akar. Természetesen az írott sajtóban, ez az én véleményem is, van sajtószabadság. De az írott sajtóban azért lehet sajtószabadság, mert az írott sajtó privatizált, magánkézben van. Annak idején ugyan sok vitát váltott ki, hogy az Axel Springer szinte pillanatok alatt bekebelezett jó néhány megyei lapot a lokálpatriotizmus hírfor, de ma tulajdonképpen örülni kell ennek, mert ha nem kebelezte volna be, és ezek még mindig állami irányítás alatt működnének, akkor ezekben sem szólalhatna meg semmiféle független hang. Igen ám, csak hogy ki olvassa ezeket a lapokat? És kinek van pénze arra, hogy ezeket a lapokat megvegye? Itt van a nagy csapda a magyar sajtószabadságban, hogy az újságokban valóban van sajtószabadság, valóban mindenki azt írja meg, amit akar, és önök valóban választhatnak. Tehát azt az újságot veszik meg, amelyikben hisznek. Amelyiknek hisznek. Tehát ha önöknek nem az a véleményük, mint általában mondjuk a Magyar Hírlapé vagy a Népszabadságé, akkor nem veszik meg, nem azt olvassák, hanem mondjuk a Pesti Hírlapot vagy az Új Magyarországot, és fordítva. Nekem mondjuk az a véleményem, hogy az embernek mind a két oldal írásait el kell olvasni ahhoz, hogy teljes körű tájékoztatást kapjon. De hát ugye így is sokba kerülnek az újságok, ha meg mind a két oldalt megveszik, akkor meg pláne sokba kerülnek. De az a helyzet, hogy ahhoz, hogy az ember tájékozódjon, tehát itt megvalósul a sajtószabadság, mert önök megveszik azt a lapot, amelyikkel szimpatizálnak. Viszont tényleg az a helyzet, hogy nincs pénzük arra, hogy naponta kiadjanak mondjuk 18.50-től 26.50-ig terjedő árfekvésben újságokra pénzt. Így aztán nem marad más hátra, mint hogy kinyissák a rádiót és kinyissák a televíziót. Onnan viszont sajnos egyrészt tulajdonképpen október vége óta a televízióból, és hát most március első hétvégétől kezdve a rádióból nem kapják meg azt a sokoldalú tájékoztatást, amire korábban joguk volt. Mert önöknek jogot biztosít az alkotmány is arra, hogy sokoldalúan értesülhessenek az ország ügyeiről, és addig, míg a létkérdésekben tisztelet a kivételnek, csak a mikrofonálvány szerepét játsszák a riporterek, akiket a kormányzat által befolyásolt televízió kér föl, addig önök nem lennek arról meggyőződve, hogy itt széleskörű és objektív tájékoztatásban részesülnek, csak úgy, mint annak előtte. Sokan azt gondolták, hogy mondjuk hogy szeptember vége felé, hogy hát itt most már nem fog változni semmi, mert az egyenleget meghagyják fügefa levélnek, a rádióban a 168 órát meghagyják fügefa levélnek, hogy ezzel is bizonyítsák a külföld felé, hogy nálunk teljes a szólásszabadság, teljes a sajtószabadság. Nos, én azt gondolom, hogy a kormányvezetői nem törődtek a fügefa levelekkel, és most már csak a fügefa levelek szárait hagyták meg, ezek az én véleményem szerint a Napkelte és a rádióban a Krónika, illetve tulajdonképpen a hírszerkesztőség, mert a hírszerkesztőségen nagyon sok múlik, hogy onnan milyen megfogalmazású hírek kerülnek le a Krónika szerkesztőihez, és ha a hírszerkesztőség is, ahogy ezt ma divatos mondani, elesik, akkor tényleg azt gondolom, hogy vége az abszolút vége következik el az objektív és független tájékoztatásnak. Volt egy nagy álmunk, az, hogy létrejön a Budapest Egy Műhold műsora, és azon belül létrejön az Egyenleg adása reggel 7 órakor és este fél 8-kor.
szándékosan a híradóval együtt terveztük az indítást, de sajnos néhány hónapos kísérletezés után be kellett látnunk, hogy az a német üzletember Spisák János, aki nekünk az ajánlatot tette, az megbízhatatlannak bizonyult, nem teljesített az ígéreteiből semmit, és az Engyelleknek most már úgy gondolom meg kell békülnie azzal, hogy a választásokig nem fogják a nézők látni. Ez a mi számunkra is nagy fájdalom, de ahogy a közönség találkozókon tapasztalom, önöknek sem túl kellemes, hiszen minduntalan azt kérdezik, hogy mikor láthatnak már minket újra a képernyőn. Van még egy dolog, nevezetesen az, hogy nem biztos, hogy valaha is látni fognak minket a képernyőn úgy, mint Egyenleg. Ezt nem a pillanatnyi szomorúság mondatja velem, hanem az, hogy senki nem tudja, hogy mit hoznak majd a választások. Ha a választásokon a jelenlegi koalíció fennmarad, vagy mondjuk a jelenlegivel azonos szellemiségű koalíció képződik, akkor én valami kevés esélyt látok arra, hogy valamikor is lesz Egyenleg a magyar televízióban. A másik eset, hogy ha egy másfajta koalíció kerül a hatalomra, tulajdonképpen, és én most nem akarok tiltakozó válaszokat kapni, akkor sem biztos, hogy a jövendő hatalomnak, ha mondjuk ez egy liberális vagy egy szociálliberális hatalom lesz, annak szüksége lesz egy olyan műsorra, egy olyan kritikus hangvételű műsorra, mint az Egyenleg. Ezt majd lehet, hogy Mádai Péter megcáfolja, de én úgy gondolom, és sajnos az a keserű tapasztalat, hogy a hatalom mindig szereti, hogyha ha őt kiszolgálják. Természetesen nem elvtelen kiszolgálásra gondolok itt, hanem arra, hogy azért valahogy mégis egy kicsit toleránsabban bánnak vele. És az Egyenleg egy olyan kritikus hangvételű műsor volt, aki senkivel sem tett kivételt. Amely senkivel sem tett kivételt. Mi természetes, hogy rossz pontokat kaptunk az MDF-től, KDNP-től, de ugyanúgy megkaptuk a rossz pontot az MSZP-től is, vagy a Fidesztől az emlékezetes székházügyben, de még az SZDSZ-től is, amikor például szóvá tettük, hogy az egyik frakció hétvége a Seregélyesi kastélyba mibe került. Úgyhogy mi talán éppen azért létezhettünk, mert mi mindenkivel, nem azt mondom, hogy rosszban voltunk, de senkivel sem voltunk jó baráti viszonyban. És ezt nagy örömünkre a pártok is elfogadták, és én azt gondolom, hogy ez adhatta meg a műsornak azt a hátszelet és azt a tekintét, amivel végül is végig evickélt ezen a 2,5 éven. Úgyhogy emiatt nincs olyan igazán nagy illúzióm, hogy erre az Egyenlegre valakinek még lesz igénye a magyar televízióban. Én azért valahogy mégis majd bízom abban, hogy a választások után a helyzet konszolidálódik, meg fog szűnni az őrület és az a temetői hangulat, amely ma jelenleg a magyar televízióban uralkodik, és valahogy konszolidáltabb viszonyok lesznek majd, és hát azért minden szkepticizmusom ellenére azért bízom abban, hogy valakiknek ránk mégiscsak szüksége lesz, és el fognak indítani egy műsort a mi részvételünkkel, még ha azt nem is Egyenleg meg fogják hívni. Köszönöm szépen. Mekkora ön szerint ma egy nyilvánosság, sajtó, rádió, televízió jelentősége súlya, különös tekintettel arra, ami a magyar rádióban és a magyar televízióban folyik? Hát véleményem szerint a helyi nyilvánosság most felértékelődött. Azért értékelődött fel, mert épp a magyar rádióból és a magyar televízióból nem kapja meg a néző azt az objektív, sokoldalú tájékoztatást, amire igénye van. Ez az egyik dolog. És elképzelhető, hogy helyi szinten történnek olyan dolgok, amik egy országos televízióban, egy országos műsorban érdekesek lehetnek, és nem biztos, hogy ezeket épp a sajnálatos események, egyrészt az októberi sajnálatos események, amelyek az Egyenleg felszámolását végig kísérték, másrészt meg a márciusi sajnálatos események, amik a rádiós elbocsátások jellemezték ezeket az eseményeket. Tehát ezek következtében nem biztos, hogy minden hír, ami fontos, az eljut az ország lakosságához. Ez az egyik ok, ami miatt felértékelődött. A másik pedig az, hogy én azt tapasztalom a vidéki közönség találkozókon, hogy az embereket bizonyos szempontból az országos ügyeknél a saját lakóhelyi problémáik jobban érdeklik. Ha pedig van a helyi
van helyi szinten városi televízió, közösségi televízió, kábeltelevízió, akkor az sokkal inkább tud foglalkozni helyi dolgokkal, mint a nagyországos médiumok. Tehát ezért érzem azt, hogy felértékelődött ma a helyi televíziózás, a helyi rádiózás szerepe. Szóval mit tehetnek a helyi médiák a helyi hatalomnak az esetleges túlkapásaival szemben? Én azt gondolom, hogy a helyi médiák, és itt most a sajtó vagy a televízió tulajdonképpen ugyanaz. A sajtónak az a dolga egy demokráciában, hogy rámutasson a végrehajtó hatalom disznóságaira, ha szabad így fogalmaznom, hogy ellenőrizze a végrehajtó hatalmat. Ez a dolga egy helyi televíziónak, ez a dolga egy helyi rádiónak, ez a dolga egy helyi újságnak. Hogyha, mint újságíró azt tapasztalja valaki, hogy visszaélések történnek, problémák vannak, jogtalanságok történnek, embertelenségek történnek, akkor arra rá kell mutatni, független attól, hogy valaki elektronikus újságíró, tehát ezt a mikrofont tartja a kezében, és belenéz a kamerába, vagy pedig az írott sajtóban dolgozik. Minden esetben meg kell írni az igazságot, és ez a dolga a sajtónak, és ez biztosítja a végrehajtó hatalom fölötti kontrollt a nyilvánosság számára.